Bergman házában éltem egy hónapon keresztül, az ő könyvei között, edényei között, a fényképei, emlékei között. Úgy hagyták a házat, mintha bármelyik pillanatban beléphetne, visszatérhetne Bergman. Ez egy olyan életre szóló letisztulást adott nekem. Tehát úgy jöttem vissza a Felrő-szigetéről, hogy akárcsak gyerekkoromban megint tudom, hogy mi az igaz és mi a hamis, merre kell menni és merre nem szabad eltévedni. Aztán a világ összekusszálja ezeket a nagyon tiszta utakat, de az emberben megvan annak az emléke, hogy ez létezik. Maga a gyerekkor az ilyen 3-4 szigeten zajlott. A szigeteket arra értem, hogy egy jól körül zárható entitás, tehát ahonnan csak átutazni lehet egy másik hasonló szigetre. És ez mindenek előtt a nagyapáméknál töltött nyarak voltak, az egyik ilyen komoly sziget, amire mind a mai napig emlékszem. Ők Csíkszenttamáson éltek, a mi lakóhelyünktől 150 kilométerre, és a nyarakat mindig náluk töltöttem. Nagyapám kovács volt, és engem is bevezetett, amennyire lehetett a kovács műhely rejtelmeibe. Húztam a fújtatót, fogtam egy ilyen nagy fogóval a vasakat, ő meg kalapálta, és ezek hihetetlen élmények voltak a gyerekkoromban. A nagyanyám pedig egy nagyon finom, érzékeny asszony volt, 160 centi volt, és 1 méter 50 centis hosszú haj fonata volt, amit minden reggel 5 órakor megfésült és konyba rendezett. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szép rítussal indult a nap. Valójában két nagy szigetcsoport volt az életemben, ami a szakmai részét meghatározta, az egyik Shakespeare és a másik Csehov. Az egyik a Hamlet és a másik a Sirály. Tehát úgy is mondhatnám, hogy az életem az folyamatosan Hamlet rendezések és a Hamletten való gondolkozás, meg Sirály rendezések és a Sirályon való gondolkozás közben telik, és ebben aztán vannak nagy találkozások, mint Büchner, mint Bergman, mint Boris Vian. Tehát amikor azt érzem, hogy ezekhez az alkotókhoz nekem valami mély közöm van, tehát ennek az én kulturális szigetemnek ők a lakói. Ez egy első rendezésemnek, a Hamletnek a kardja, és ez végig is kísért a pályámon, és ez a kard lett utána a Macbethnek a kardja, és minden király drámámba ezt a kardot használtam, meg a koronát. Valószínűleg az, hogy egy ilyen zárt, racionális ember, mint én, színházzal foglalkozik, ez azért van, mert így próbál meg a lélek valahogyan kitörni belőlem. Tehát én azt érzem, ezért is írok, tehát van egy drámaírói munkásságom is, rendezői most már eléggé gazdag. És azt érzem, hogy a színháznak minden része érdekel, mert valahogyan keresem a másik embernek a megismerését, felfedezését, megmutatását. Tehát ez valószínűleg az én zárkozottságomból a színház az ablak a világra. Amikor átjöttem Magyarországra, az év leghidegebb napja volt. Január 25-én jöttem, mínusz 27 fok volt. Mikor megérkeztem a nyugati pályaudvarra, az volt kiírva, hogy az a vonat, amivel én érkeztem, késik 900 percet. És nekem ez úgy le is zárta a nosztalgikus korszakot. Tehát nagyon-nagyon markánsan jelezte, hogy innentől kezdve magamra számíthatok, és az lesz az életben, amit én magam megteremtek. De erre, amíg élek, ezt nem felejtem el anyámnak a sziluettjét a kocsárdi állomáson, ahogy a gőzbe elmarad, és utána ez a horror utazás 900 perc késéssel.
nekem meggyőződésem, hogy a drámaírói lényemet is anyámtól örököltem. Anyám úgy tud elmesélni egy nagyon egyszerű történetet, hogy az ember érzi a jelenlevőknek a lélegzését is. Tehát hogy annyira jól mesél, annyira jól adagolja a dolgokat, tehát nekem több drámám onnan indult, hogy az anyám elmesélt egy történetet. És ez ismerősökről, tehát hogy akkor a Bella néni így, és a Tibi bácsi úgy, és ezekből pillanatok alatt lesz egy drámai történet. Ha egy másik ember meséli el, akkor az ember úgy azt mondja, hogy hát igen, szegény, de az anyámnál valahogy ez a szegény úgy megemelkedik. És nagyon szegény lesz valaki, vagy, de nem dramatizál, hanem átéli a történetet. Mániákusan szeretem a színházat, és mindig azt hittem, hogy ez lesz a fő szerelem, a nagy szerelem az életben. És amikor megszülettek a gyerekek, akkor egy újabb sziget emelkedett ki a vízből. És most is úgy érzem, hogy az életem értelmének a jelentős része az bennük testesül meg.